Murga települése már nem a régi fényében tündököl. Az egykori sváb lakosok elköltöztek, a falu elnéptelenedett. Az épületek gazdátlanná váltak és elhanyagolt állapotba kerültek. Ez lett a sorsa az evangélikus templomnak is, aminek megmentésén Balog Margit történész dolgozik. A murgai evangélikusok templomát 1786 és 96 között építették, tehát egy jó 10 éven keresztül épült, köszönhetően annak, hogy II. József 1781-ben kiadta a türelmi rendeletet, amely lehetővé tette, hogy a nem katolikusok is nyilvánosan gyakorolhassák a vallásukat. Olyan korláttal még a türelmi rendelet kiadásának pillanatában, hogy amennyiben 100 felnőtt vállalja, hogy eltartja a templomot, annak a lelkészét, tehát nem mennek adományokért könyörögni a bécsi udvarhoz, illetve az volt egy szigorú feltétel, hogy még nem lehet központba építkezni, csak a legbelsőre. Ez a magyarázata annak, hogy ez a templom itt Murgán belül, meg másutt, ahol hasonló korú evangélikus templomot találni, az ilyen eldugott helyen található. Akkor a menet közben, ahogy épült, időközben engedélyezték azt, hogy legyen tornya, legyen harangja, tehát mire elkészült a templom, akkor már ezekkel az elemekkel is kibővült, tehát egy meglehetősen kis impozáns épület jött létre, de a maga belsejében egy nagyon arányos és aranyos, én egy kis ékszerdoboznak szoktam nevezni, mert ha bejövünk és körbenézünk, akkor meglepődnek általában az emberek, hogy nem is gondolnák, hogy kívülről. Tipikusan egy barokk templom, ahol ilyen típusú barokk templomot látni Dél-Dunántúlon, meg másutt is az országban, de a belsejében szétnézvén azért az egyedi különlegességeket is észre lehet venni. A legfontosabb különlegessége a templomnak, hogy a hálás murgaiak azért, hogy felépítették Istenházát, a karzatmellvét képei között egyet szenteltek II. József uralkodónak, egyet pedig Luther Mártonnak, aki az evangélikus egyház elindítója, a maga korának legnagyobb reformátora volt. Ezt a két képet aztán a 4 evangelista ábrázolása, majd Ó és Új Szövetségi jelenetek követik. A karzatmellvét képei között 2 van, amely egy növényi ornamentikát ábrázol. Azok precízek, feltehetően tanult festő készítette, de többre tanult festő megfizetése nem igen futotta, tehát a többi képet azt már egy anatómiában járatlan, a festéshez autodidakta módon értő Vándor Viktor festhette, valamikor azt már a 19. század közepén a Hangvetőn olvasható egy évszám, 1844, ugyanez a dátum az egyik padnak a háttámláján is előfordul, tehát valószínűleg eltelt egy bő 4 évtizednyi időszak, mire ennek az evangélikus közösségnek az anyagi erejéből arra is telt, hogy már a belső díszítést és a bútorzatot is elkészítessék. A szószékoltár egy fő látvány, ami uralja a templomnak a belsejét. A készítője talán kicsit elmérte az arányokat, mert a tetején egy koronának kellett volna lennie, de az már nem fért be, lemaradt róla. Amikor restaurátorok voltak itt, és rápillantottak erre az első ablak szószékoltár képre, és az ablakokra, amelyek ilyen lant alakot formáznak, mondták, hogy ilyet csak festményeken látni. Tehát sejtoztató, ólomüveg berakású, lant alakú ablak sem túl gyakori a templomokban, nyilván ez is egy költséges dolog volt. És az a szószékhez felvezető papi padnak a rácsozata egy eredeti, gyönyörű, szép, rokokó, míves munka. Márványozott oszlopok tartják a karzatot, melyek aranyfüstlemezkeporral készültek. Későbbi javításra, hiánypótlásra viszont már bronzot használtak. A templomban orgona is található, ez a második a templom történetében, ami ide került, mert ez egy 1912-ben készült úgynevezett Rieger gyártmányú orgona, és az egyház községnek a történetéből tudjuk, hogy előtte volt itt egy, de állandóan meghibásodott. Meg is kértek egy
mesternek gondolt valakit, hogy javítsa, és, de valahogy nem sikerült neki, tehát ilyen felháborodott sorokkal jegyezték le, hogy kontárnak bizonyult az illető, és ezért úgy döntöttek, hogy azt a régi orgonát inkább elajándékozzák, és vesznek egy újat, amit az elődök meghagytak ennek a 21. században élő generációknak, azt megőrizzük a 22. században következőknek is. És ezek közé tartozik ez a gyönyörű kis templomocska, ami, ha körbenéznek, azért elég megviselt állapotban várja a látogatókat. Komoly statikai problémák merültek fel. Repedések vannak a boltíven, a falon függőlegesen, végig. A legfontosabb feladat az az lesz a szakemberek véleménye szerint, hogy egyrészt a vizet minél messzebb elvezetni, az alapot megerősíteni, megállítani ezeket a repedéseket. Amennyiben a mérések alapján ez sikerül, akkor lehet majd a belső helyreállítani azt, amit most felvizesedést látunk. A Tolna megyei német önkormányzat az, amely az első 30 milliót kifejezetten a murgai evangélikus templom felújítására megkapta, és ehhez még most újabb 10 milliót kapott már az egyház, amiből az említett vízszigetelési feladat elkészülhet. Összességében a 2021 őszi építész által számított költségvetés, ami külső és a belső, tehát már az aranyozást is lehetne pótolni, az bruttó 204 milliót tesz ki. A munkálatok ugyan hosszú ideig fognak tartani, de a szorgos kezeknek köszönhetően talán még ebben az évtizedben újra a régi pompájában tündökölhet a murgai evangélikus templom.